Köszönöm, elnök úr! Tisztelt államtitkár úr, tisztelt ház! Még véget sem ért a világjárvány, ki sem hevertük a pandémia okozta gazdasági és társadalmi problémákat, még éppen, hogy megérezhettük az újrakezdés és a fellélegzés örömét, amikor a szomszédunkba kitört a háború. Megindultak az otthonukat elhagyni kényszerülő, háború elől menekülő tömegek, több százezer ember indult útnak. Magyarország felé is sokan vették az irányt, zömében nők és gyerekek, egy szörnyű végkimenetel elől menekülve lépik át a keleti határunkat az életben maradás reményével és az otthon maradt szeretteik iránti aggodalommal. Őket segíteni a legalapvetőbb emberi kötelességünk, ahogyan ezt a sok-sok ember és szervezet, és ahogy ezt a Fidesz-KDNP kormány az első pillanattól fogva teszi. Talán hangsúlyoznom sem kell, mennyire aggódunk a kárpátaljai magyarságért, és nem csak a jelenleg menekülő emberekért, hanem azokért is, akik háború idején is ott maradtak szülőföldjükön, az ő segítségükről is gondoskodni kell. Éppen ezért már a háború kitörésének másnapján a magyar kormány Híd Kárpátaljáért mottóval indított segélyakciót azzal a céllal, hogy a többirányú civil, karitatív szervezeti, önkormányzati és kormányzati segítségnyújtást koordinálja, valamint ezt állami forrásokból segítse, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy elsősorban a kárpátaljai magyarság, de mindenki segítséget kapjon. Tisztelt államtitkár úr! A történelem folyamán számtalanszor bebizonyítottuk, hogy az igazi bajba össze tudunk fogni, ahogyan most is. A Fidesz-KDNP kormány példás gyorsasággal reagált a Vörösiszap katasztrófa, valamint a 2013-as árvíz esetén is, és ez a jelen helyzetben sincs másképp. Sajnos arra is akadt számos példa, hogy néhányan ilyenkor bizony saját céljaikra akarják felhasználni a zavaros helyzetet, és hangzatosnak tűnő, de igen felelőtlen kijelentéseket tesznek. Kérem, ezt ne engedjük. Ami most sokkal fontosabb, a szervezet és összehangolt segítségnyújtás. Első perctől fogva érkeznek adományok, legyen ez egyéni felajánlások, élelmiszeradomány, vagy befogadó családi felajánlás. Az adományok rendszerezése és tárolása is sok segítő kéz munkája. Köszönjük az önkéntes segítőknek is a fáradtságot nem ismerő, folyamatos és lelkes munkát. Isten áldja munkájukat! A Kereszténydemokrata Néppárt frakciója a kormány eddigi lépéseit messze menőkig támogatja. A humanitárius katasztrófa elkerüléséért érzett aggodalmukkal is kérdezzük, tisztelt államtitkár úr, hogyan segíti az Ukrajnában menekülő embereket a magyar kormány, és az otthon maradottaknak milyen segítséget tudunk nyújtani. Várom államtitkár úr megtisztelő válaszát. Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt országgyűlés, az interpellációra Soltész Miklós államtitkár úr válaszol. Államtitkár úr, önél szó. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani. Személy szerint egyébként Tilki Attila képviselő úrnak és a környéken lévő polgármestereknek, ott dolgozóknak fantasztikus a munka, amit végeztek. Rendvédelmi szerveknek. Egészségügyi dolgozóknak, orvosoknak, ápolóknak, karitatív szervezeteknek, és az ott dolgozóknak. Sok-sok önkéntesnek, és az köszönetet szeretnék mondani a sok-sok önkéntes felajánlásért. Pedagógusoknak, akik önkéntesen vállalnak oktatást ukrán gyerekeknek. Sorolhatnám hosszan a sort, rengetegen vettek részt, és vesznek részt, és fognak a jövőben is részt venni segítségnyújtásban. Mondhatom, hogy szinte egy emberként fogott össze az ország. Azért mondhatom, hogy szinte, mert a baloldal most is, mint a Covid járvány alatt is, semmi másra nem használja ki ezt a nagyon nehéz időszakot, mint hogy támadjon, mint hogy kritizáljon, vagy pedig leginkább semmit ne tegyen. Én láttam olyan baloldali képviselőket, oda mentek a határhoz, szelfiztek egy jót, ők elmondták, hogy milyen nagyszerű dolgokat csináltak, utána hazamentek. De a probléma, a munka, a feladat, az éjszaka, az mindazokra várt, akik ott maradtak, kedves képviselő, tisztelt képviselő úr, hiszen ön is ismeri azt a területet,
területet, amiről beszélünk. Mind a mellett pedig azzal a magatartással, amit az elmúlt hetekben, hónapokban végül is ők bemutattak, az is mutatja az ő hozzáállásukat, hogy szidják a védekezésben való részvevőknek a munkáját. Folyamatosan támadják, folyamatosan kritizálják. Teljes mértékben elfogadhatatlan az, amit tesznek. Mind a mellett pedig a kormánynak azonnali lépéseket kellett megtenni. Egyrészt a határvédelmi szerveknek a munkáját kellett megerősíteni, és az, aki látja napról napra, hogy ők mit végeznek, le a kalappal, fantasztikus. És ugyanígy a Híd Kárpátalján program keretében a karitatív szervezetek mindent megtesznek, hogy magyar családokért, ukrán családokért, és hozzáteszem, több mint 40 ország fiataljaiért, illetve menekültjeiért segítsenek, és az ő életüket támogassák. Segítségpontokat alakítottunk ki 5 helyszínen. Ezeken a helyszínen az elmúlt napokban több mint 110 ezer segítség valósult meg, mely nem volt eddig még ilyen összefogás az országban. Megteltek a raktárak. Annyi felajánlás érkezik a határa, hogy már máshol kell fogadnunk a felajánlásokat, csak Szabó Tímeának szeretném jelezni, zöldséget meg egyéb dolgot ne ide hordjon be a parlamentbe, nyugodtan elviheti felajánlásként máshova is. Az elmúlt napokban, a kicsivel több mint egy hét alatt 638 millió forint érkezett a nemzeti adományvonalra, illetve számlaszámra. Le a kalappal az adományozók előtt. A magyar kormány részéről 6x500 millió forintot, 3 milliárd forintot adtunk a védekezésben résztvevő karitatív szervezeteknek, a Hungary Health programon keresztül pedig 2 milliárd forintos támogatást adtunk azért, hogy Kárpátokon túl is és Kárpátalján is segítsünk. Ez az, amit a kormány megtett, sok minden mással együtt. Az lenne a szerencsés, az lenne a jó. Azt kérnénk a baloldali ellenzéket, hogy egyszer legalább maradjanak csöndbe, ha már segíteni nem akarnak, maradjanak csöndbe, hogyha már nem tudják elismerni másoknak a munkáját. Köszönöm a kérdését. Megköszönöm államtitkár úr válaszát. Tisztelt országgyűlés, megkérdezem, képviselőt elfogadja az államtitkári választ, önnél a szó. Az államtitkár úr válaszát köszönettel elfogadom. Én a háború kitörése óta 4-szer voltam Kárpátalján. Higgyék el nekem, képviselőtársaim, azt az aggodalmat, amit az ott kint lévő kárpátaliak, Ukrajna belső vidékéről érkezők szemébe látni, máshol nem lehet látni. Ők bíznak bennem, bíznak bennünk, bíznak a magyarokba. Én itt is szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját, aki 7 nappal át éve segít nekik. És engedjék meg nekem, hogy egy szentírásból vett idézettel köszönjem meg mindenkinek a munkáját, mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, menekült voltam és befogadtatok. Bizony mondom néktek, amikor ezt megtettétek egyel a legkisebbek közül, velem tettétek meg. Köszönöm a válaszát.